Második idegenbeli bajnoki ilyen már a negyedik percben hátrányba került a Kisvárda, a Sziget-Szentmiklósi Puskás fejjel vette be Ivancsics kapuját, véget vetve a vendégek 369 perces kapott gól nélküli sorozatának. A 36. percben Eszlátyi egyenlített, a félidő utolsó percében Szepesi azonban újra vezetéshez juttatta a hazaiakat. A második játékrészben csak helyzetekig jutottak a csapatok, így a Kisvárda pont nélkül zárta a 7. fordulót. Az első félidő az elfogadható volt a csapat részéről. Sajnos ugye egy figyelmetlenség után, amire egész héten készültünk a hazai csapatnak a pontrugásaira, kaptunk egy gólt, ami azért döntően rányomta a bélyegét arra a játékrészre. Az első félidőben többet birtokoltuk a labdát, szinte az egész félidő az ellenfél térfelén zajlott, de a végjátékjaink azok sajnos pontatlanok maradtak. Az utolsó passzok vagy hosszúak voltak, vagy nem sikerültek, vagy olyan befejezést választottunk, amelyet a kapus állítani tudott, és hát jött a sok, megint csak egy pontrugás után a félidő vége előtt egy jól eltalált lövéssel 25 méterről vezetést szerzett a hazai csapat. Próbáltuk rendezni a sorokat a félidőbe, de én úgy érzem, hogy a második félidőben, annak ellenére, hogy megbeszéltük az öltözőben, hogy mit kellene játszani ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fordítani, vagy egyáltalán pontot tudjunk szerezni, az nem valósult, meg nem sikerült. A forduló további eredményei: Budaörs-Szeged 1-3, Vác-Szolnok 1-0, Balmazújváros-Sopron 2-1, Ajka-Soroksár 0-0, Mezőkövesd-Gyirmót 1-2, Dunaújváros-Csákvár 1-0 és Siófok-Zalaegerszeg 1-0. A tabella élén a 14 pontos Mezőkövesdár megelőzve a szintén 14 pontos Gyirmótot. A 8 ponttal 12. Kisvárda szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában Cegléden lép pályára. Számunkra azért a bajnokság élvezi a prioritást, mindenféleképpen oda szeretnénk koncentrálni elsősorban. Azok fognak inkább játék lehetőséghez jutni, akik kevesebbet szerepeltek eddig, megkapják azt a bizonyítási lehetőséget, hogy esetlegesen a csapatba kerüljenek. Én nagyon bízom benne, hogy fogjuk tudni sikerre venni ezt az akadályt. A bajnokság 8. fordulójában ismét hazai környezetben játszik a Kisvárda, szombaton a Budaörs látogat a Várkerti pályára.